A PSTV gazdasági hírműsorát, a Mérleget látják. Köszöntöm Önöket! A gyors és olcsó internet elérés biztosító ADSL technológia magyarországi elterjesztéséről tartottak szakmai egyeztetést a telekommunikációs ágazat szereplői. A széles sávú szolgáltatás alapját képező technológia gyors meghonosításáról a hírközlési főfelügyelet, a MATÁV, a Pantel, a GTS Magyarország, a Novacom és a UPC Magyarország képviselői tanácskoztak. A hatóság kikéri a gazdasági versenyhivatal véleményét is, hogy a bevezetés piackonform módon versenysemlegesen történjen. Az építésügyi hatóságok 5700 új befejezett lakásra adtak ki használatba vételi engedélyt az idei év első felében. A KSH adatai szerint az előző év azonos időszakához képest ez 1%-os csökkenést mutat. Ugyanakkor több mint háromszor ennyi 18000 új lakás építése kezdődhetett el a kiadott építési engedélyek alapján. Ez viszont 38%-os bővülést jelent. Az adatok szerint növekszik az értékesítési céllal épített lakások aránya. Egyre kisebb a családi kivitelezés szerepe és nő az építőipari vállalkozások aktivitása. Leggyakoribb a családi házas építési forma, az átlagos lakásnagyság 102 négyzetméter. A Dél-Dunántúlon egyre többször fordul elő, hogy csalók a DDoS RT dolgozóinak adják ki magukat. Ezzel nem csak az áramszolgáltató jóhiszemű fogyasztóit károsítják meg, hanem hátráltatják a múlt hónapban beindított adatpontosítási programot is. A termelő és a fogyasztó közötti kapcsolat alapja a bizalom. Azonban éppen ezt a hosszú évek során kialakított bizalmas kapcsolatot ássák alá azok az emberek, akik az áramszolgáltató alkalmazottainak adják ki magukat, és mérőcserére hivatkozva pénzt csalnak ki a fogyasztóktól. Így fordulhat elő az, hogy a lakosok bizalmatlanul fogadják a valóban munkát végző szakembereket. A különösen veszélyeztetett idényfogyasztók és a lakosság számára is van védekezési mód. A DDoS szakemberei minden esetben azonosítani tudják magukat, valamennyi alkalmazottunk rendelkezik arcképes igazolvánnyal, míg hogyha a megbízásunkból valamely más cég alkalmazottai jelennek meg a területen, ők névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek, ez a megbízólevél tartalmazza a személyigazolvány számot is, tehát így egyértelműen azonosítani lehet azokat, akik a DDoS megbízásából járnak el. Különösen ebben az évben fontos az, hogy a szakemberek ellenőrizhessék a mérőhelyeket, hiszen most egy egyéves adatpontosítási folyamat zajlik. Július elejétől elindítottunk egy programot. Ez a program egy évig tart, és az a célunk vele, hogy ez alatt az egy év alatt minden ügyfelünket felkeresünk a fogyasztási helyen, személyesen egyeztetjük vele az ügyféladatokat, illetve a fogyasztásmérő adatokat. Ezzel az a célunk, hogy alapvetően javuljon az együttműködésünknek a minősége, és hát nyilván, hogyha nem tudunk bejutni az ügyfelekhez, akkor ez a célkitűzés ez nem tud teljesülni. Tehát itt abba kérjük ügyfeleink segítségét, hogy működjenek velünk együtt abban, hogy ez az adatpontosítás meg tudjon történni, de természetesen minden esetben kérhetik vagy az igazolványt, vagy a megbízólevelet, hogy egyértelműen lehessen azonosítani, hogy ott a DDoS megbízásából jár el valaki. Gazdasági hírműsorunkat, a Mérleget látták. Kérdéseiket szerkesztőségünk képernyőn látható címére várjuk. Írjanak nekünk és nézzenek bennünket a hírórában, a híradó után.